A városi olimpia történeti vetélkedőt hét évvel ezelőtt a Bercsényi iskola indította útjára. Egészen a mostani alkalomig ez az intézmény adott otthont a megmérettetésnek. Idén a lehető legjobb környezetben találkoztak a csapatok, hiszen a megyei könyvtár és közösségi tér győr az olimpiákon kiállítása várta a középiskolásokat. A Bercsényi Középiskola azért mindig is elkötelezett volt a sport iránt, tehát a mi gyerekeink nagyon komolyan oda teszik magukat erre a vetélkedőre, de azt gondolom, hogy az összes többi középiskolás is, aki vállalja itt a megméretet, és nagyon lelkiismeretesen és becsületesen felkészül. Van egy vándorkupa, most már negyedik éve, ugye ez évről évre vándorol. A vetélkedő nem csak a lexikális tudást mérte, a diákoknak helyt kellett állniuk a kvíz mellett ügyességi játékos és kreatív feladatokban is. A verseny jövőre biztosan folytatódik. Ez mindig áprilisban van, októberben meghirdetjük, egy kicsit januárban rá segítünk a szervezés, és mindig áprilisban szervezünk, és várjuk a középiskolákat. Nagyon értékes díjaink vannak ezen a vetélkedőn. A hetedik városi olimpia történeti vetélkedőt a Kazinci csapata nyerte a Móra és a Bercsényi iskola tanulói előtt.